8 milliárd forint jut a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei turizmus fejlesztésére ebben az uniós ciklusban. Az elmúlt években egész Kelet-Magyarországon növekedett, 9%-kal emelkedett a vendégészakák száma. Nyíregyházán a gyógyfürdő, a megyében a fesztiválok és a túraútvonalak hoznak látogatót a térségbe, ilyen volt például a középkori templomok útja is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye középkori templomokban Magyarország egyik leggazdagabb vidéke. A középkori templomoknak itt olyan sűrű hálózata maradhatott fenn, amely egyedülálló. Míg 2009-ben középkori templomok útja címen született meg az a tematikus útvonal, amely a Kárpát-medencében egyedülálló vallási és kulturális örökséggel szeretné megismertetni az érdeklődőket. Ez a tematikus útvonal bemutatja a valaha egy történeti régiót alkotó Észak-Kelet Magyarország, Kárpátalja, valamint a Pácium északi részének középkori egyházi örökségét. Az útvonalakra tavaly kerékpáros túrákat is szerveztek. A területi és településfejlesztési operatív program segítségével ebben a ciklusban is lehetőség lesz a kulturális örökség helyszínek, mint például a várak felújítására, de a horgász és vízi turizmus fejlesztését is tervezik. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egy speciális geopolitikai helyzetből adódóan három határmenti programban is érintett. A magyar-románban, a magyar-szlovákban, illetve a négy határmenti programban. Mindhárom program lehetőséget nyújt a turizmus fejlesztésére, épített természet és kulturális örökségvédelem prioritás keretében. Az egészségturizmusban főleg a fürdőfejlesztések kaptak nagy hangsúlyt az elmúlt időszakban. Kiemelt gyógyhelyek is vannak a régióban, ami egyébként azért nagyon jó, mert még jobban lehet hangsúlyozni ennek az egészségturizmusnak a jelentőségét itt nálunk. Emellett azért nagyon komoly országos jelentőségű és regionális jelentőségű fürdőink is vannak. Most ha néhány példát ki lehetne ragadni, akkor egyértelmű, hogy Nyírbátorról is nagyon sokat lehetne beszélni, nagyon sokat lehet beszélni a Vásáros-Taményi fürdőről, és hát ugye nyilván Kisvárda is egy kiemelt turisztikai helyszín. Az új fejlesztési periódusban összehangoltabbak lesznek az idegenforgalmi fejlesztések a megyében. Milyenek lesznek tehát a turisztikai fejlesztések ebben az uniós ciklusban? Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közülés alelnöke a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azt tudjuk, és többször is szóltunk arról, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fejlesztési koncepcióban az egyik kiemelt prioritás, így nevezték, vagy tengelynek nevezték, az a turisztikai ágazat fejlesztése volt, és hát természetesen az is maradt. Ahogy hallottuk, 8 milliárd forintot lehet fordítani erre a területre, és azt ígérik, hogy összehangoltabb fejlesztésekben gondolkodnak. Most mit jelent ez? Igen, valóban így van. Ugye most megjelent egy pályázati felhívás a terület és település fejlesztési operatív program keretein belül, amely kifejezetten a turizmus fejlesztést célozza meg. Ez egy kétkörös pályázati felhívás, ez az első köre jelent meg, amelyben egy ilyen 6 milliárd forintos keretösszegig lehet pályázni majd turisztikai fejlesztésekre, és majd egy második körben pedig a fennmaradó összegre. Úgy gondoltuk, hogy mindenképpen nagyon fontos lenne, hogyha olyan fejlesztések valósulnának meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, amelyek integrált módon és komplex módon fogják össze a turisztikai elképzeléseket, illetve azoknak a megvalósulását, és ezért a megyei önkormányzat karonfogva a megyei fejlesztési ügynökséggel egy turisztikai programcsomagot készít elő, amely a úgynevezett turisztikai desztinációkra fókuszálva készít elő majd 4 darab turisztikai nagy projektet, amely nagy projektek több település értékeit, turisztikai attrakcióit összefogva, azokat fejlesztve kíván majd megvalósítani valóban olyan komplex programot, amely bízunk benne, hogy a megye turisztikai fellendülésének további generátora lehet. Tehát ezek turisztikai csomagok vagy turisztikai kínálatok lesznek, de tájegységenként most úgy gondolkodnak, hogy a sok kis elaprózódó fejlesztések nem tesznek jót, vagy nem tettek jót korábban se a megye fejlődésének, vagy turisztikai ágazatának, lehet ezt mondani, mert ez igaz volt más ágazatra is, nem csak a turisztikára az elaprózódás, hanem összehangoltabb és több település összefogásával megvalósuló fejlesztésekben gondolkodnak inkább. Igen, ugye a korábbi ciklusban inkább pontszerű fejlesztések valósultak meg a turisztikában, és
sokszor nagy projektek valósultak meg, és ezeknek is megvan a helyük, de most már úgy gondoljuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a turisztikai attrakciók azok megvannak már, és inkább ezeknek a turisztikai attrakcióknak a hátterét, legyen az marketing háttér vagy infrastrukturális háttér, kellene a jelenleg rendelkezésünkre álló forrásokból megalapozni. Éppen ezért alakítottuk ki ezeket a desztinációkat, amely desztinációk, ha már szóba kerültek, egyrészt a nyírségi desztináció, másrészt a rétközi, a nyíri mezőség, illetve a Szatmár-Beregi desztináció, amely egy tudományos megközelítés alapján alakult ki, és valóban ezek azok a térségek, ahol megjelennek hatványozottan egyrészt a természeti értékek, kulturális értékek, nemzeti parkjainknak ott vannak a védett területei, illetve itt vannak olyan vizes, vagy akár ökoturisztikai fejlesztési lehetőségek, vagy kulturális turizmushoz kapcsolódó fejlesztési lehetőségek, illetve már meglévő attrakciók, amelyeknek a fejlesztése mindenképpen szükséges. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből kivesszük természetesen Nyíregyházát, akkor mit látnak ezekben a térségekben, vagy ezekben a tájegységekben, hol működik jelenleg is jól, optimálisan a turizmus, ha lehet ezt kérdezni, hová jön a legtöbb látogató, hol vannak látványosságok, jó túraútvonalak, és melyik térséget kell erősíteni? Ezekben a térségben a látványosságok megvannak, és mi azt a folyamatot szeretnénk erősíteni, hogy ezeket a látványosságokat ne csak elérni lehessen, hanem valóban a turistát itt is lehessen tartani. Ez viszont előre kell lépni. Rengeteg szálláshelyfejlesztés megvalósult az előző ciklusban, most már valóban ki kell használni ezeket a szálláshelyeket. Az attrakciók fel lettek újítva, de továbbra is kell, szükségünk van ahhoz forrásokra, hogy ezeket az attrakciókat olyan csomagokkal alakítsuk, amelyel itt lehet tartani a turistát 2-4, akár egy hétre is. És ehhez nagyon szükséges az, hogy koncentráltan tudjuk a forrásokat elkölteni. Közben nézem ezt a térképet, amit alelnök úr behozott, mert ezen nagyon jól láthatók, és lehet, hogy meg is mutatom a kamerának ezek a bizonyos tájegységek, mert hogy ki vannak emelve azok a területek, ahol már ez idáig olyan beruházások történtek, ahol turisztikai vonzerő keletkezett, és hogy ezekben a térségekben van is idegen forgalom, ha lehet ezt mondani. Mit látnak, milyen beruházások, milyen jellegű beruházások maradtak el az előző ciklusban, mit kell most pótolni? Igen, a legfontosabb az lenne a jelen fejlesztési forrásokból, hogy megvalósítsuk, hogy ezeket a már meglévő turisztikai attrakciókat egyrészt össze tudjuk kötni, másrészt azokat a hiányosságokat, amelyek itt sajnos megvannak nagyon sok helyen is, mondanék most akkor egy konkrét példát, például, hogyha valaki elmegy mondjuk Nákos községbe és megnézi ott a templomot, akkor sajnos nem tud elmenni vécére. És ez talán egy kicsit, vagy most nem tűnik talán jelentéktelen dolognak tűnik ez, de sajnos ez egy nagyon fontos dolog, és erre nagyon fontos fókuszálni is, hogy valóban a turista jól érezze magát, mert a turisták igényei is nőnek, hogyha valahova elmennek, ott szeretnék azt a szolgáltatás színvonalat megkapni, amelyhez ők hozzá vannak szokva, és egy-egy ilyen probléma bizony nagyon mély nyomot tud hagyni a turistában. Tehát valóban a turista fejével igyekeztünk gondolkodni, és ezért szeretnénk ezeket a fejlesztéseket koncentráltan és integrált módon megvalósítani. Ahol valamilyen beruházás lesz, mert nyilvánvalóan ehhez többféle beruházás is kapcsolódni fog, építkezés kapcsolódni fog, hogy nyilvánvalóan a foglalkoztatásban is lesz bővítés, illetve hát egyébként is az idegenforgalmi ágazatban a vállalkozók folyamatosan jelen vannak, tehát egy foglalkoztatottság növelésre is számítanak, de milyen mértékűre? Igen, valóban nagyon szeretnénk, hogyha ez megjelenne majd a statisztikában, a foglalkoztatási szint növelésében is, illetve gazdasági előnyei is lennének, hiszen a turisztika az egyik legfontosabb gazdasági ág Magyarországon, és ezt ki kell használnunk itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, mert az adottságaink mindenképpen megvannak. És itt mindenképpen el kell mondani azt is, hogy Nyíregyháza nagyon jó példával jár elől, hiszen itt szinte duplájára nőtt a vendégészakák száma az elmúlt pár évben, és ez valóban annak köszönhető, hogy itt is olyan turisztikai fejlesztések valósultak meg, amelyek azt a szolgáltatás hiányt célozták meg, amely a már meglévő attrakciók mellett nem volt megvalósítva. Ezt szeretnénk mi is a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében megvalósítani ezekben a desztinációkban, és ehhez szeretnénk felhasználni a jelent pályázati keretet is. Ugye itt a pályázati felhívásban többféle cél megvalósítása történhet meg, aktív turizmushoz kapcsolódóan itt akár megemlíthetjük a kerékpárturizmust, víziturizmust, fürdőhelyek fejlesztését, horgászturizmust,
turizmust, ökoturisztikai fejlesztések valósulhatnak meg, vagy a kulturális és egyéb örökséghelyszíneknek a fejlesztése. Ezek a tervek, ezek a koncepciók, a pályázati rendszer tulajdonképpen már elindult, konkrétan beruházások, fejlesztések mikorra várhatók, mikorra tehetők? A jelenlegi pályázati felhívásnak a támogatási kérelem beadási határideje az április 30, tehát túl sok időnk már nincsen, hiszen hó végén be kell adnunk nekünk a támogatási kérelmeket, úgyhogy most gőzerővel dolgozunk, hogy ezek elkészüljenek és olyan formába kerüljenek a hónap végére, hogy abból valóban olyan turisztikai fejlesztések valósulhassanak meg majd, amelyek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének a jövőjét mindenképpen befolyásolni fogják pozitív irányban. Ehhez csak jó munkát tudok kívánni. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen. We'll be right back.